Óriási sikere volt az exatlon pályaként funkcionáló légvárnak, melyen kicsik és nagyok is jól érezték magukat. Az ugrálás mellett a csúszda is nagy élményt jelentett azoknak, akik lemertek csúszni rajta. Ez az ugrálóvár meg az egész a gyerekeknek nagyon nagy mulatság lehet, és akár még, hát itt láttam pár felnőttet is, és szól a zene, van sok játék, ajánlom mindenkinek. A gyerekeket dartsfoci és lézerharc is várta a palotavárosi tavak partján. A pikniken színpadi programok is várták az érdeklődőket, melyek sorát Báb előadást nyitotta meg. Ez a rendezvény egy remek példája, hogy különösebb hirdetés nélkül palotaváros közelében meg tudtuk csinálni ezt a közösségi teret, amely lehetőséget ad a fiatal gyermekes családoknak a kirándulásra vagy sétákra. És hát itt most egy meglepetés várta őket, hiszen egy pikniket tartunk, ahol Báb előadást lehet nézni, játszani lehet, szaladgálni ezen a hatalmas pályán, én nem tudom mi ez, a polgármesterről majd lehet kipróbáljuk. Mindenhol eddig nagyon nagy érdeklődéssel jöttek a gyerekek, felnőttek, és minden korosztálynak programokat tudtunk csinálni, és ez rendkívül fontosnak tartom. Nagyon fontos, hogy vannak ilyen közösségi terek, mint a Palotavárosban, ahol élünk. Ez a város legnagyobb zöld, összefüggő zöld felülete, ahol minden korosztály megtalál mindent. A színpadon operett slágereket is hallhatott a közönség, bár a koncertet az első félbe szakította.